jó reggelt kívánok, és arra emlékeztek még, amikor múlt héten mindenféle hülyeséget beszéltem arról, hogy mennyi minden érkezett hoznánk tesztre. A teszt a lelki konyhájában újra kifőzünk valamit, vagy kisütünk, de hát azért ez ugye szintén nem sütés vagy főzés lesz. Na, hogy a 10 éve kereszt kiszedni belőle? Értem én, hogy könnyű, na de hogy jön ki? Fejjel felé. Valami később belőle, de nem baj, meg lesz. Vagy ha nem, akkor majd benyomom. Kutyát, aki segít. Az a jó ezekben a kicsomogolós videókban, hogy láthatja mindenki, hogy mennyire tudok bénázni, és közben meg lehet az is, ami leesett, ami nem más, mint egy felragadható kis lábacska a nagyszerű házikóhoz, mert ugye most egy házikó. Kételez a feje lefelé. Szóval most egy házikó. Jó van, esnek a lábak. Szerencsé nekem van kettő. Igen. Akkor azért ezt azért gyorsan még felveszünk, amíg megvan. Rárakjuk ide, hogy hello. Hello láb. Azt mondja, hogy ezt ide visszapattintsuk. Ezt ide visszapattintsuk. Ezt ide kiszedjük. Nézé van benne. Jó van már, éreztem, hogy van még benne egy kis dolog. És most ugrik a víz a majomba, ahogy szoktam mondani. Na, jaj. Van ilyenünk. Van ilyenünk. Ez akár hamutalkó is lehetne, de tudjátok, hogy nincsen az. Nagyon állat. Van ilyen kis fóliánk, amit majd szépen be lehet látni a kis házikóba. És hát így néz ki egyébként. Egyébként így néz ki az nagy házikó, és ezt akartam mutatni, hogy amit látjátok, egy csomó USB 3, USB 2, USB 8, USB 1, stb. Csatlakozók vannak rajta. Most jön majd az a része, amikor szépen megpróbálom ezt az egészet összeszerelni, illetve, bocsánat, először szétszerelni, hogy utána összerakjam azt a sok cuccot, ami ott pihen, de azért annyira izgatott vagyok, hogy ezt nem is kell valami célszerű, de ez az. Tudtam én, hogy lejön a kis izé. Jó napot kívánok, időjárás jelentés következik, de ahhoz le kellett már venni a fóliát, hogy úgy nézek ki, mint egy tévébe mondó. Na, van ilyenünk. Hoppá, ott dolgoznak benne majd a kis ventilátorok. Lejön a másik oldal, és most, hogy szétszedtem, teljesen átlátható. Vannak benne ilyen különböző kis dolgok, van benne ilyen kábel, olyan csatlakozó, amolyan kábel, amolyan csatlakozó, ezt mind-mind fel fogjuk majd használni. Ott van a saját kis hűtője, illetve amint az előző videóban láthattátok, kaptam én is külön hűtőt, illetve az egyikre, amire azt mondtam, hogy hűtő, nagyon helyesen megfejtettétek, hogy én tulajdonképpen egy fasságot beszéltem, mert az nem hűtő volt, hanem na de mindegy is. Nagyszerű, mert hogy vannak itt is különböző dolgok, leírások. Egyrészt van neki ilyen kis leírásuk, de Zore 63-as cuccot hoztuk el tesztelni. Itt is különböző kis csatlakozók, kis kábelek, vezetékek, ilyen, olyan, már három lábat megtaláltam a négyen, kettőt találtam meg a négyből, itt van egy csomó csavar, itt is van, ott is van, és azért a másik kettő lába az pedig így néz ki, tehát van kettő darab ilyen, nem is láb, hanem kis talpacskák. Na figyeljetek, én most ki fogom kapcsolni azt a nagy izét, aztán majd egyszer jövök a következő videóval, ami lehet, hogy a újabb szenkor kütyű lesz, de az is lehet, hogy elkezdjük bepakolni itt a háttérben a széken pihenő sok-sok mizériát.